Most mesélek neked egy csendes csodás faluról, amely megbújik a cserhát ölelésében, a jó palócok egyszerűségével és vendégszeretetével. Ez a mi otthonunk, Puják. Réges-régen, amikor a tatárok elhagyták az országot, az akkori király IV. Béla megépítette az öreg tornyot, a bujáki vár alapjait. Ha szétnézel a vár romjai között, a falak még ma is mesélnek nekünk mindazokról, akik egykor itt éltek, dolgoztak, harcoltak, imádkoztak és a mindennapjaikat élték. Mai templomunk lebontott toronysisakjának régi keresztje mindenki számára messziről megjelöli ezt a helyet. Az első ősi, bujáki templom romjai ma is láthatóak itt a Kárponkán, a Szent Márton hegyen. Minden körbevesz a gyönyörű erdő. Nézd, anya, ott a templom. Ugye milyen szép? Igen, nemrég nagyon szépen felújították. És a Pappenheim grófi család onnan fentről, az oratóriumról vett részt a szentmisén. A mennyezeten Eszterházy Jánost is megtalálod, akit nem sokára boldoggá avatnak. A freskón középen láthatod az apokalipszis bárányát a kereszttel. Bal oldalon van Eszterházy János, a magyar koronát nyújtja a bárány felé. A régi plébánia épülete már közösségi házként működik. Ezen a nagy területen sok szép esemény történik. Húsvétkor itt pörgetik meg a lányokat, a fiúk a kutyaköszörűn. Nézd, ott a kálvária. Megnézzük közelebbről? Igen. Jó, menjünk akkor. Ez a kis kápolna Szent Annáról, Jézus nagymamájáról kapta a nevét. Már nagyon régen épült, 1802-ben. És ez a kis ház itt? Itt lakott a bujáki remete, ő volt a falu szegénye. Őrizte, gondozta a kápolnát, és ő harangozott. Itt van a három kőkereszt a Kálvária hegy tetején. Buják fölött magasodva, áldást küld az erre járókra. Az erdőben tovább sétálunk, egy másik nevezetes hegyet is találunk. Itt van a Sasbérci kilátó. Az eukarisztikus kongresszus alkalmából 2021-ben egy 5 méter magas emlékkeresztet állítottak itt. Nézd, itt a kilátó. Menjünk fel! Menj! Ha tiszta az idő, a toronyból nagyon messzire elláthatunk. Akár még az alacsony Tátrát is felfedezheted a távolban. Ezt a kilátót Pappenheim Siegfried gróf építette a felesége gróf Károlyi Erzsébet kérésére. Akkor még a gróf erdésze lakott itt. Későre jár, menjünk vissza, mutatok még valamit a faluban.
Jó. Itt a művelődési ház galériájában viseletbe öltözött bujákiak, gyerekek, kisfiúk és kislányok vannak megfestve, olyanok, mint amilyen te is vagy. Glatz Oszkár festményeiről azt is tudhatjuk, milyen volt a falu régen, milyen volt a népviseletünk. A festő nagyon szerette bujákot, az itt élő embereket, a viseletet, a falut körülvevő természetet. Ha egyszer nekem is lesz kislányom, én is mindent megmutatok neki. Annak nagyon örülök. Falu sok-sok kincsel, ez a mi otthonunk, Bujáki.